És akkor most az oktatás. Ez egy nagyon dolog volt. Kérem szépen a panel képviselőit. Én nem tudom, ugye kijöjjünk, ne jöjjünk, a felének van előadás, a felének nincs, de beszélgessünk. Tehát azt javaslom, hogy azért jöjjünk ki, és foglaljanak helyet a panel résztvevői. Tehát név szerint mondom, ott ül gyakorlatilag Geisler Judit, ott ül Jobbágy Ákos, Dinya Elek, és van egy negyedik résztvevő, aki nincs itt, egészségi okoknál fogva, ő Lukacskó, most én jövök zavarba, hogy a keresztneve nem jut eszembe. Zsolt, igen, köszönöm szépen, elnézést kérek, tőle főként. De ő leírta. És ezt megengedik, úgy illik, hogy felolvasom, és ezért elnézést kérek a többiektől, hogy gyakorlatilag ővele kezdem. Azért kezdem vele, mert ő volt valóban az első, aki szervezett oktatást orvos témában, egészségügyi témában megszervezett. Majd lehet, hogy Ákos ki fog engem javítani, hogy az orvosmérnök képzésnek esetleg volt-e korábbi kiágazása. Ez a folyamat, ez 1991-92 között indult, de hát nézzük meg, hogy mit mondott gyakorlatilag, és most elnézést kiállok, mert én is jobban tudom olvasni. Felengedjék meg, hogy felolvassam. Köszönöm, hogy lehetőségem van elmondani a kezdetek hiteles történetét, mert sokan megírják majd saját kújfőből saját történeteiket. Talán nem nosztalgia, annak idején teljesen más volt a világ, az emberek közötti kapcsolat. Hogy mi volt az egészségügyi informatikával, arról semmit nem tudtam. Megbízást kaptam a Debreceni Orvostudományi Egyetem egészségügyi főiskolai képzéseinek megszervezésére, a Magyarországon működő orvostudományi egyetemek szoros egyetértésben megegyeztek arról, hogy az akkor folyó képzések mellett a szükségleteknek és a nemzetközi trendeknek megfelelően az egészségtudomány fejlesztése érdekében főiskolai szakokat indítanak, de ezeken a képzéseken csak orvostudományi egyetemekkel együtt lehet működtetni, az akkori négy rektor állásfoglalása szerint. A fejlesztésekre különböző elképzelések alakultak ki, ezért a négy létrejövő főiskola vezetői megegyeztek az együttműködésről. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei viszonyokat ismerve gondoltam, hogy a klasszikus egészségügyi szakok mellé valami más is kellene, látva a hatalmas adatmennyiséget, az adatfeldolgozás nehézségeit, a többféle próbálkozást, igénybe kellene venni számítógépeket, előbb kialakítani minden kórházban egy számítógépes alapokra helyezett adatnyilvántartást, feldolgozást, majd ezeket a kórházi rendszereket összekapcsolni. Ezzel az ötlettel kerestem meg az akkori szakminisztérium államtitkárát, dr. Jávor András urat, akkor rövid időn belül fogadott. Elnézést, hogy itt most rólam van szó, de nem én írtam. A találkozó mesébe illően kezdődött, órájára nézve közölte, hogy 10 perce van, mondjam el, mi járatban vagyok. Ez volt az általános fogadási időkülönben. Amikor elképzelésemet végighallgatta, olyasmit kérdezett, hogy most maga viccelni akar velem? Erre én nem emlékszem különben. Nem tudtam, hogy ő az hazai kezdeményezések legfőbb úttörője. Majdnem kikértem magamnak, hogy jönnék ide államtitkár úrhoz ilyen ötlettel. Kicsit gondolkodott, majd felállva odahúzott az ablakhoz, és tegezve valami olyasmit mondott, hogy ezért dolgozom, nézd, alig hallgat meg valaki. Nem emlékszem rá. Rájellemző határozottsággal közölte, minden támogatást megkapsz, mire van szükséged. A szakindítási engedély elfogadására és pénzre kérdeztem. Rendben, meg lesz, válaszolta, és kedvesen kikísért az ajtóig. Alig léptük át a 10 percet. Ez valóban ott megígértem neki, ez tény. Jött a második felvonás, másnap az íróasztalomnál összetörten és magamba roskadva, rettegve vártam, mi lesz ebből. Számítógépet még csak hivatalban láttam, be se tudtam kapcsolni. Itt vége a karrieremnek, ha ezt a rektor úr megtudja. Ha valaki, akkor én abszolút képtelen vagyok egy ilyen program elkészítésére. Ekkor nyitott be a szobámba Richard Steinman professzor, aki Amerikából jött segíteni a képzések beindítását. Amikor gyötrelmeimet kénytelen voltam elmondani, nagyot nevetett, se baj is volt. Faxotok van? Kérdezte. Azonnal faxot küldött Chicagóba.
nagyon rövid időn belül megjött az ottani egyetem teljes egészségügyi informatikai programja, ami még borzalmasabbnak tűnt. De legalább megtudtam, miről van szó. Elindultam szervezkedni. Kapcsolatokat könnyű volt kiépíteni. A minisztériumból segített Sövényi Ferencné és dr. Csontos András. Adták az ötleteket, a hozzáértők neveit. Így kezdődött a kurikulum építése. Persze államtitkár úr is dolgozott gőzerővel. A Chicagói Állami Egyetem és az American Medical Record Association anyagaira építve, a Bristoli, Glasgowi, Hannoveri, Ulmi Egyeteme anyagait megszerezve formálgattuk az anyagot. 91. november 8-án az indítást követően Claire Dixon Benjamin, the University of Illinois Chicago Assistant Department of Health Information Management professzora Nyíregyházára jött segíteni a munkát. Később a tananyag fejlesztésében a Hogeschool van Amsterdam segített 1992-től. A kurikulumot egy szakmai bizottság javaslat alapján terjesztettük fel alapszakindításra. A szakmai bizottság tagjai voltak emlékeim szerint Bordás István, Bodnár Béla, Győri István, Kékesede, Paksi András, Veltner János, Naszladi Attila és Olti Ferenc, Kincses Gyula, Zagyi Bertalan. A szakalapítást és indítást dr. Surján László Népjóléti Minisztérium minisztere engedélyezte egészségügyi ügyvitelszervező szak néven, az MTA és a Művelődési Minisztérium vélemény alapján. Így jött létre Közép-Kelet-Európában egyedülálló szak. Talán érdekes, hogy hol álltunk mi akkor. Portugáliában egy vacsorán találkoztam José Tribolé, az ottani Instituto Engenharia, ezt nem tudom, Sistemas Computadores professzorral, aki akkor, ha jól emlékszem, rektorhelyettes volt. A beszélgetés során sajnálkozva mertem mondani, hogy kár, az egészségügyi informatika nem szakterülete, mert ott nekünk sok gondunk van. Erről barátian kedvesen felelt, hogy kórházi informatikával foglalkozik, sőt Amerikában egy 200 fős kutatócsoporttal dolgoznak. Azonnal lecsaptam a kínálkozó lehetőségre, eljönne segíteni ebben Magyarországra bennünket. Készségesen volt a válasza. A minisztériumban kértem, hogy dr. Jávor András államtitkár úr fogadjon bennünket. Minden ment simán, meg volt a látogatás időpontja. Informatikához értő orvos fiammal, saját kocsinkkal jöttünk Pestre. A repülőtéri találkozás után másnap a minisztériumban voltunk. Folyosón Sövényiné megkérdezte, tud-e valamit segíteni. Akkor elmondtam, hogy mi járatban vagyunk, közölte, ez ma nem fog menni. Mi tévők legyünk. Megszervezte, hogy egy másik államtitkár úr fogadjon bennünket. A két fél beszélgetése rövid volt, nem is értették egymást. Távozva Sövényinének elmondtam a kudarcot, majd kérte, hogy pár órát töltsünk el a városban, megpróbál beszélni Jávor államtitkár úrral, és majd felhív telefonon. Délután létrejött a megbeszélés, több órán keresztül beszélgettek, a két tudós nagyon értette egymást. Távozásunk után Tribolé professzor úr annyit mondott, több év választ minket el, talán később kellene együttműködésről beszélni. Jávor András aznapi programját ismerve, ezután a nehéz nap után értettem meg, mi az ember igazi értéke. Hát itt van vége, én erre a beszélgetésre nem emlékszem, ezt megmondom őszintén, de biztos megtörtént, ha ezt mondja Lukacskó Zsolt. Hát itt indult ez a képzés, és ez engedjék meg a panel képviselő egy szubjektív dolgot, hogy én hát több mint 10 évig, sőt majdnem 20 évig voltam államvizsgabizottsági elnöke ennek a képzésnek, meghívott Lukacskó Zsolt, és hát azt kell mondanom, hogy megdöbbenve tapasztaltam, hogy milyen úttörő ismereteket adtak át, amikor az orvosoknak fogalma nem volt szervezés szinten. És az első évfolyamokról azt tudom, hogy lábon elkeltek pillanatok alatt. Tehát fölszippantotta a magyar egészségügy őket másodpercek alatt, és nagyon könnyű volt nekik állást szerezni az ország különböző kórházaiba. És hát így következtünk el, és üdvözlöm tisztelettel és szeretettel a panelunk képviselőit. Itt van egy mikrofon, ugye ezt oda lehet nekik adni, elnézést kérek, ezt ugye használni, hogy ők is tudjanak úgy beszélni, hogy hallható legyen. A sorrend az gyakorlatilag ebből a szempontból a hölgyeket érinti. Na, lehet, hogy utoljára kellett volna megszólítanom Juditot, hogy ez egy nagyon fiatal akar a másik kettőhöz képest, de az udvariasság azért az legyen ez. És hát ugye Juditot úgy kell bevezetni, hogy a Pázmánynak az informatikai karát képviseli most itt.
Ó, hát ugye van egy név, akiről ő perceken belül beszélni fog, Roska Tamás a háttérbe, úgyhogy Judit, önné a szó. Hát én nagyon köszönöm a felkérést, és örömmel osztom meg az emlékeimet a Pázmány információs technológiai és immár bionikai karának, ez az új név, az induló oktatásról, mert úgy érzem, hogy itt az egészségügyi informatika egy sajátos területét képviseli a Pázmány. A nálunk indult Magyarországon először a molekuláris biológus képzés. Szokták kérdezni, hogy mi ez egyáltalán, ugye? Kik ők, mihez is értenek. Most pillanatnyilag Szegeden van még Magyarországon. Nagyon népszerű a képzés egyébként, és néhányat mondanék példának, ilyenek mondjuk hordozható diagnosztikai eszközök, Lebonat chip, agyszámítógép interfészek, intelligens protézisek, robotkéz, ilyesmiknek a orvosi képalkotó technikák, na az mindenképpen. Bioinformatika, adatbányászat, a molekuláris diagnosztikát ezt külön kiemelném, mert hogy ez egyrészt diagnosztika, és ezen alapuló személyre szabott terápiák. Tehát ezek mind olyan területek, a biotechnológiát most majd ne is mondjam, amelyek szerintem előremutatóak nemzetközi szinten is. És ennek a képzésnek a története 25 évre nyúlik vissza. Tehát a legfiatalabb, azt hiszem, a jelenlévő kollégák közül. 25 évvel ezelőtt Erdő Péter bíboros úr, akkor még a Pázmány Egyetem rektora, ő 1998-ban felkérte Roska Tamás professzor urat, hogy szervezzen meg, hozzon létre egy új fakultást információs technológiai területen, és ő mert nagyot álmodni, ezt mondom. Tehát ez egy teljesen zöldmezős beruházásként indultunk. Igen. És nem tudom, biztos van a jelenlévők közül, tehát vannak a jelenlévők közül többen is, akik ismerték őt személyesen, és ismerték azt, hogy őre mindenképpen az volt a jellemző, hogy ha már, akkor ő egy világszínvonalú képzést akar, tehát nem az, hogy most a Katolikus Egyetemnek legyen egy valamilyen ilyen-olyan kara, hanem akkor az legyen világszínvonalú, ahol egyébként a Katolikus Egyetem szellemiségéhez illő módon emberközpontú információs technológiát tanítanak, szorosan együttműködve a kutatással. Mindig mondta ezt, még itt mondanám is, hogy hát igen, a mi diákjainknak a versenytársai majd a legjobb indiai, a legjobb kínai, a legjobb amerikai lesz. Tehát olyan képzést kell kialakítani, ami ezeknek a kihívásoknak megfelel. És meggyőződése volt, hogy a 21. század, mérnökember volt, ugye, hogy a 21. század az a biológia évszázada lesz. És azt mondta, hogy igen, olyan tanterv kell, ahol a kezdetektől fogva a matematika, fizika, programozás mellett a molekuláris biológia, neurobiológiai alapjai is szerepelnek, mert ezáltal a diákjainkban egy másfajta, mondjuk úgy, hogy mindset alakul ki. Tehát olyan új kapcsolódási pontok lesznek az agyukban, aminek... Mikrofont kérem, tessék? Szépen, a mikrofonra kérlek. Ja, bocsánat, ne. Igen. Tehát, hogy másképp állnak majd hozzá a problémák megoldásához. És az ő hite, lelkesedése az a segítőtársakra is villámgyorsan átragadt, tehát most elkezdem sorolni, hogy kiket hívott ő segítőtársnak. Frany Tamás említem először, mert igen, mint aki... Azóta is, még most a Tudományos Akadémia elnökeként is nagyon fontosnak tartja azt, hogy a nálunk folyó oktatásban valamilyen, hát most már inkább csak felügyelői szinten, de részt vegyen, Csurgai Árpád professzor úr, Hámori József, Závoszki Péter, Falus András, Prószéki Gábor, szóval sorolhatom a neveket, még itt Szolgai Péter, Kovács Ferenc, Takács György, de Karmos Györgyöt is szeretném még külön megemlíteni, aki néhány nevet mondok. Tehát ők a kezdettől fogva úgy érezték, hogy ez egy szellemi kaland lesz,
amit kialakul, és így aztán lényegében én megmondom őszintén, hogy szinte csodaszerűen élem meg azt, hogy a semmiből kiindulva jött létre egy olyan képzés, amivel olyan szakemberek olyan képzések jöttek elő, majd mindjárt azt is mondom, hogy miért, mert Ákossal ennek kapcsán is találkoztunk annak idején, ahol tehát olyan szakemberek jöjjenek, képződjenek, ugye, hogy ezzel az emberközpontú információs technológiában alkotók, kutatók, tehát az oktatás, kutatás és fejlesztés egységét szerette volna ő megvalósítani, ahol már a diákokat, már ő mindig mondta, hogy ő elsősorban azért a doktori iskolához ért, nem volt véletlen, hogy Hámori professzor úr a közös doktori iskolája az előbb volt akreditálva, mint az alapszintű képzésünk. Igen, de és hát ezért is hívott engem segíteni a mondjuk a graduális képzés adminisztratív dolgaiban is. Mert én az ELTE-n, csak mondom, az ELTE-n tanítottam előtte több mint 30 évig, és ez a kapcsolatom ez meg is maradt utána. Minden esetre az, hogy olyan multidisziplinális elméleti és gyakorlati tudással rendelkezzenek, amitől az ember szolgálatában majd valami különlegeseket fognak alkotni, ugye? Prószéki Gábor szokta mondani, hogyha ilyen valami bemutatkozó előadást tart a jelentkező hallgatóinknak, hogy hát igen, mi olyasmikkel foglalkozunk, hogy a vakok lássanak, a süketek halljanak, a bénák járjanak, szóval ami végső soron illik mindenképpen egy katolikus egyetem missziójához. És képzéseket mondtam, és nem véletlenül, mert 2001-ben indult az oktatás, az első. 5 éves egyetemi diplomát adó, elég speciális tantervű mérnök-informatikus képzés. De még ki sem adtuk az első diplomát. Már bekövetkezett az, amire azt kell mondanom, hogy újratervezés. Mert bejött a Bologna folyamat. Ugye? És a mérnök-informatikus tantervbe már nem feltétlenül, vagy legalábbis nagyon nehezen, egyrészt két része kellett bontani kötelező módon, ugye, alapképzés, mesterszak, és ezek a molekuláris biológiai, neurobiológiai, immunológia, genetika, stb. Területek, hát már mondjuk úgy, hogy egy kicsit nehezen fértek bele a 210 kreditbe, meg még a plusz 120-ba is. No, és meg volt a közös kötelező akkreditációs előírás. Ennek kapcsán találkoztunk időnként Ákossal is. És a megoldást az először az úgynevezett akadémiai és gyakorlati szakirányok adták, mert azt mondtuk, hogy az akadémiai szakirány az, mi továbbra is egyetemi képzésre hívjuk a diákokat, ahol arra készítjük fel őket, hogy majd a mesterképzésben a megfelelő specializációkat meg tudják valósítani. De és a gyakorlati szakirány az, ahol azt mondjuk, hogy igen, piacképes napra kézdiplomát kap az szakot elvégző diák. És a speciális területeink, az igaz, nem az első fél évtől, de azért betettük a mérnök-informatikus alapképzésbe is még. De ez nem tartott sokáig. Ma már nem így van. Méghozzá azért is nem tartott sokáig, mert, hogy mondjam, mert egészen gyorsan megérett az idő egy új szak életre hívásához. Én megmondom őszintén, én 72-ben végeztem az ELTE-n matematikusként, és nagyon megéltem, amikor a matematikus szak D-szak irányából megszületett a programozó matematikus képzés, ami most már programtervező informatikus, ugye? Tehát ahogy kiválik valami. Roska professzor úr kicsit régebbi példát szokott emlegetni, azt, amikor a gépész mérnök specializációból kivált a villamos mérnöki. Szóval minden esetre megérett az idő arra, hogy legyen egy új képzés. És így tényleg az ő szellemi gyermekeként a Pázmányi TK és a Szemövesz Egyetem együttműködésében Tulasai professzor úr
rektorsága és támogatása mellett alakult meg ez az új alapképzés, a molekuláris bionika szak, ahol a helyből, tehát a létrehozás és az indítást egyszerre adtuk be az alapszaknak és a két ráépülő mesterszaknak. Tehát ott helyből megmondtuk, és azóta is megmondja az immáron új dékánok a leendő hallgatóknak, hogy nem, ez a multidisziplináris képzés ahhoz túl bonyolult, hogy egy alapképzés után piacképes legyen a diplomájuk, bár, hanem arra készít elő, hogy majd egy mesterszakon, infobionika vagy orvosi biotechnológia mesterszakon, ott aztán igazán komoly eredményeket érhetnek el, lehetőség szerint persze a doktori iskolában folytatva. Ugye? A szakot rajtunk kívül a Szegedi Egyetem vállalta fel, és azóta is ott az infobionika mesterszak az, amelyiken tovább képződnek a molekuláris bionika hallgatók. Itt azért megemlíteném, hogy az akkreditációs folyamat véghezvitelében nagyon komoly segítséget jelentett az akkor frissen PhD fokozatot szerzett Iván Kristófnak a munkája, aki később karunk dékánja is lett. Igen, és 2008-ban, tehát nem olyan nagyon régen, indult a molekuláris bionika alapszak, ami a tanterv kialakítása az mindenképpen a Pázmány Egyetem és a Szemüvez Egyetem szoros együttműködését tükrözte. Jó, azt mondanám még, hogy, bocsánat, igen, igaza van, hogy most már a mesterszakjaink angolul vannak, komoly nemzetközi érdeklődés is van rá, és van olyan mesterszak is, ami már három egyetem együttműködésével, egy francia meg egy spanyol egyetem együttműködésével van, valamint, hogy nagyon-nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a bioetika oktatása az komoly szerepet kapjon a képzésben. Mert ezen a területen az, hogy milyen lesz a jövő értelmisége, hát meghatározó. Az, hogy milyen erkölcsi alapállásból indulnak a kutatók, mit kutatnak, hogyan kutatják, mennyire az ember az, aki a központban van. És ez az, amit most karunk új dékánja, Cserei György is nagyon komolyan vesz. Köszönöm szépen a figyelmet. Judit, a technika mellett őrszemet áll az etika. Nem tudom, hogy tudják-e sokan, hogy ki mondta ezt, nem érdekes annyira, de nagyon megfontolandó, és ugye Juditról tudni kell azt, hogy az édesapja alapította meg a Magyar Bioetikai Társaságot a rendszerváltoztatás után, és valóban ez egy nagyon fontos dolog, hogy az etikus képzés legyen, tehát ne a haszonelvű mindent meg lehet csinálni. Én úgy hívtam korábban egy előadásomban, hogy furor informatikus, tehát mindent meg tudok tenni az informatikával, hanem nézni kell annak az erkölcsi következményeit is. Köszönöm szépen, Judit. Ugorjunk a Semmelweisre, már említés történt, és Dinya Elek ugye egy másik aspektusról fog beszélni, amikor bekerült az orvos gyógyszer és szogorvos képzésbe egyrészt az informatika, plusz megjelent kicsit a bolognai folyamat előtt, aztán szintén is a bolognai folyamat bejátszott, egy úgynevezett egészségügyi informatikus képzés, aminek hát a képviselői itt ülnek, akik elvégezték ezt a szakot. Parancsolja, Elek, kiad a szó. Igen. Hát én két vonulatról beszélnék, az utóbbiról, vagy a bolognai folyamatról Jávor doktor lenne illetékes, mert ez az ő eredményére is, ezzel nem szeretnék dicsekedni. Hát közel 40 éve tanítok az egyetemen, először informatikát kezdtem tanítani, és majd idővel ugye átértünk a matematikára, illetve a biostatisztikára. Tehát úgy kellett fölépítenünk mindent először, ahogy az előadásban is már mondtam, nem volt semmi hagyománya az informatika oktatásnak. A fő célja az volt ugye az egész tevékenységünknek,
hogy a leendő orvosok az informatikát érdemben tudják használni a munkájukba. Ez motivált bennünket, ehhez megpróbáltuk ugye a lehetőségeket megteremteni, és nem kis harc árán valósult az meg, hogy a informatika oktatás ugye az a kurikulumba kötelező jelleggel bekerüljön. Emlegettem, hogy az orvostársadalom az egy külön szekció, és ott nehéz eredményeket elérni, ami nem a közvetlen orvostást szolgálja. De sikerült, és most már jó ideje, ugye a első évfolyamban átesnek orvosinformatikai képzésen a hallgatók, és ez egy vizsgaköteles tárgy. Ugyanakkor kedvenc területem ugye a matematika, a biostatisztikának a oktatása is. Hosszú harc árán valósult meg, hogy a hallgatók föl legyenek vértezve statisztika ismeretekkel, hiszen enélkül nem tudnak szakmai cikkeket olvasni. Hát, ha bármilyen orvosi szaklapot elővesznek, a leendő orvosok vagy hallgatók tele van statisztikai fogalmakkal. Na, az idők szavát megértette a egyetemi vezetés, és ez a biofizika keretén belül került először a statisztika oktatásra, a biostatisztika, és mindig kardoskodtam mellett, hogy nem szabad első fél évben tanítani biostatisztikát orvosi ismeretek nélkül. Érdemtelen volt. Hát olyan visszajelzéseket kaptam a hallgatóktól, hogy nyomdafestéket nem tűrő szavakkal írták le, hogy minek tanulnak ugye biostatisztikát, mert nem értették, hogy mire kell ez nekik. Na és akkor tavalytól átkerült a harmadik folyam AOK-sok harmadik folyamába a statisztika oktatás, amikor már túl vannak ugye az anatómia és egyéb szigorlatokon, amikor már a túlélésbe már ugye jobban belefogtak, és már van bizonyos orvos szakmai háttér. Tehát ez a vonulat, ez 40 éve van, és most már egyre inkább ugye ez tér jogot nyert. És akkor Judit említette ugye a Pázmány informatika és a SOTE való kapcsolatát, hát hála Istennek, és nagyon örülök neki, 10 évet oktattam az informatika karon adat feldolgozást különböző fokozataiba, és meg kell mondjam, hogy nagyon motivált hallgatókkal találkoztam. Úgyhogy nagyon nagy örömöm volt a oktatásuk, mert érdeklődők voltak, engem is motivált, úgyhogy kölcsönösen jól jártunk, én úgy gondolom. És akkor elérkeztünk egy új képzésre a SOTE-n belül, a bolonyai folyamat eredményeként, és itt van a Jávor doktor, az ő érdeme, hogy meghonosodott egy új képzés az egyetemen belül, az egészségügyi informatikus képzés, és ez jelen pillanatban is még tart az egyetemen, és bízunk benne, hogy ez továbbra is megy, ahol olyan egészségügyi informatikus szakembereket képzünk, amelyek azonnal ugye piacra dobhatók és felvevő képesek ugye az egészségügy területén. Mindig elmondom a hallgatóimnak ösztönzésképpen a következő esetet, hogy az országban több helyen van egészségügyi informatikus képzés. Nyíregyházán, talán Miskolcon, a Pécsi Egyetemen, meg itten. És egy kiemelt hazai cégnél összegyűjtötték, illetve meghirdettek egy állást, és az álláshirdetést ezekre a képzési helyekre kiküldték. És az állásra sok hallgató jelentkezett. És a mi hallgatónk került fölvételre éppen a sokoldalú képzése miatt. Nem akarom mondani a helyet, de adóval kapcsolatos, ami mindannyiunkat érint, és nagyon örültünk, és még most is örülök neki, hogy tényleg olyan képzést tudunk adni a hallgatóinknak, amelyek piacképesek. És
itt ülnek hátul a delikvensek, akik körülünk, vagy ezek a hallgatók közül kerültek ki, és nagy örömömre szolgált, hogy szolgál most is, hogy megállják a helyüket a képzésünk révén. De mondom, ezt nem az én érdemem ennek a képzésnek az elindítása, de a Jobbágy Ákos szintén benne volt ebbe a dologba tettestársként, mert a műegyetemmel közösen történt ennek az egészségügyi hallgatóknak a képzése, mert a elméleti alapokat, a informatikai alapokat a műegyetem alapozta meg a hallgatóknak, a egészségügyi alapokat, meg az egészségügyi képzést a Semmelweis Egyetem biztosította. És hát sajnos az idők folyamán ez módosult, mert ha jól tudom, napjainkban a műegyetem levált erről a képzésről, és talán az Óbuda Egyetem vett át ennek a helyét, vagy részben. De minden esetre gyümölcsöző volt nagyon kapcsolat a műegyetemmel. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy ki akkor, hogy elgészíteni András ezt a képzést. Nem, ez nem az én panelem, én csak moderálom ezt a panelt. Köszönöm szépen. Úgyhogy átadjuk a szót Jobbágy Ákosnak, aki hát ugye úttörő szerepet játszott abba, hogy két másik személlyel együtt, Benyó Zoltánnal a Műegyetemről, és Mónos Emillel a Semmelweis Orvostudományi Egyetemről. Hát nem csak, hogy kihívta életre, azt majd megtudjuk pontosan, de hogy aztán ezt működtette, és nagy professzionalizmussal vezette, az aztán Ákos volt, aki ebben közreműködött. A Ákos, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Hány percet adsz, András? Mindenkinek 15 van, úgyhogy 13-kor indul a dolog. Én onnan futnék neki, hogy a egészségügy fejlődése az elmúlt időben, hát nem kismértékben a mérnöki oldal felől jött, hogy milyen százalékban, arról persze megosztanak a vélemények, a mérnökök nagyobbat mondanak, az orvosok kisebbet mondanak, de az, hogy a fejlődés motorja volt, az vitathatatlan. Ugye szó került itt arról, hogy amikor a mérnök meg az orvos beszélget egymással, akkor a közös nyelv megtalálása az nem könnyen megy. Ugye Judit említette, hogy hát honnan látja, hát a szájáról. Én mozgásanalízist végeztem hosszasan, és Harcos doktor úr hasonlókat mondott, hogy mi fölvettük a kollégáinkat a tanszéken, hogy hogyan mozognak az ujjaik, és fölhívtam a Pétert, hogy ez szörnyű baj van, itt az egyik kollégám az Parkinson-os. Hát honnan szeded ezt? Hát pont úgy mozog, ahogy te mutattad, hogy egy Parkinson-os. Eljött, megnézte a videót, könnye folyt a nevetéstől, hát ez nem az. De miért nem az? Hát miben különbözik attól, amit te mutattál? Nem az, látom rajta, hogy nem az. És számtalan ilyen beszélgetést folytattunk neurológusokkal, mit szeretnétek látni, mit mutassunk be a mozgásból, és mi kitaláltunk valamit, és az nekik nem volt jó, és akkor ők mondtak valamit, és akkor azt hitték, hogy az könnyű lesz, az nehéz volt, amiről azt hitték, hogy nehéz lesz, az könnyű volt. Tehát a közös hang megtalálása meghatározó ebben a szakmában. És akkor hogyan képezzünk olyan hallgatókat, akik majd erre alkalmasak lesznek? Most irodalmi ismereteimből én Etienne Jules Marét nagyon nagyra tartom, én pont két olyan dologgal foglalkozom, amit mesterként művelt, a mozgásanalízis és a vérnyomásmérés, és ő mérnök szeretett volna lenni, de hát a szülei azt mondták, hogy kell egy komolyabb szakmát, ne legyél mérnök. És ő egy szófogadó emberke volt, és előbb orvos lett, és orvosként lényegében, ha megnézik a műveit, orvosbiológiai mérnökként működött innentől kezdve. És akkor hát a másik ilyen példám az a Whitaker Foundation. Whitaker Foundation nagyon sok pénzt forgatott be biomedical engineering támogatásba, több mint 700 millió dollárt. Azért az már szabad szemmel is látható pénz, és volt szerencsém egyszer, hogy a Katona Péter
egy magyar származású, de Amerikában élő vezetője volt ennek a foundationnek, egy Biomedical Engineering Education Summit-et rendezett Washington mellett, és meghívott, nem akarom mondani, hogy milyen, de nagyon nagy nevű amerikai orvostechnikában jártas, vagy vezető szerepet játszó cégeket. És én azt vártam, hogy ők azt fogják mondani, hogy mi biomedical engineeringeket szeretnénk, ilyet, meg ilyet, meg ilyet, és pont nem ezt mondták, hanem azt mondták, hogy mi jó mérnököt szeretnénk kapni. Akár biomedical engineer is lehet, de ha jó mérnök, lehet villamosmérnök, biomérnök, gépészmérnök, hát, hát lelombozva jöttem haza, hogy micsoda dolog ez, hogy egy biomérnök is lehet biomedical engineer szakmában. De aztán elég hosszú időt töltve az egyetememnek ebben a akkor még orvosbiológiai, ma már egészségügyi mérnöki képzésében beláttam, hogy az, hogy jó, az meghatározó. És örömmel mondom, hogy azok a hallgatóink, akik a Pázmányról jönnek molekuláris bionika BSC-vel, most elég sokan jönnek hozzánk egészségügyi mérnök MSC-re, ők jók. Tehát köszönet érte, hogy ilyen hallgatókat kapunk. A Szegedről jövő molekuláris bionika hallgatók is jók. És örülök neki, hogy a műegyetemnek, a villanykarnak a egészségügyi mérnök MSC képzését elég jónak tartják ehhez. Ha még egyet mondhatok, ilyen távlatos kitekintést, az a IFMBE, az International Federation for Medical and Biological Engineering, ez 59-ben jött létre. Magyarország elég hamar csatlakozott, az első 20-ba biztos benne van, most már 60 ország a tagja, 120 ezer egyéni tagja van a világban. Volt elnöke Richter Nándor, akit itt gondolom nagyon sokan ismernek, és ő sokat tett azért, hogy Magyarország csatlakozzon ehhez a vonulathoz. Most is azt gondolom, hogy a nemzetközi vezetőség a Nándit jó emlékében tartja meg. És ennek van képzéssel foglalkozó Educational Committee-je is, és ez a képzéssel is foglalkozó Educational Committee támogatásával volt az európai képzéseket felmérő Tempus projekt. Ebben 50 európai országnak a képzéseit tekintették át. Hát nagyon szemezgetve belőle az egyik az az, hogyha sorba raknánk, hogy melyik európai országnak van BSC, MSC, PhD képzése Biomedical Engineering területen, és hány, akkor Magyarország hol helyezkedne el az 50-ből? Nem tudom, ki merné megbecsülni, hogy hol vagyunk. Hát, ezt továbbítani kell a vezetés felé. Nem is tudom, kit kellene megcímezni. Hátulról számítva a negyedikek vagyunk. Mögöttünk van Andorra, Liechtenstein, és még nem is tudom, tánna lettek. A többiek darabszámba előttünk vannak iszonyatosan. Hát most sok mindent lehet erre mondani, inkább én semmit sem mondok, mert ha visszatérnék arra, hogy jó mérnök kell, nem kell, hogy biomedical engineer legyen, jó mérnök kell. Jó mérnök az van. És szintén az előadásában láttam Steiner László nevét, én az ő ágán csúsztam be ebbe a szakmába. Na Laci, amikor elment a tanszékről a Rollitronba, hogy aztán ottan elkezdje a menedzseri pályafutását, akkor fogta az orvosbiológia mérés technika tárgyat, és azt mondta, hogy hát akkor ezt te fogod tartani. És én fiatal tanársegéd voltam, tehát 2 éve voltam a tanszéken, de egy légzésvizsgáló készüléket fejlesztettem, és 1 órát tartottam ebbe a tárgyba, 1 órát. Hát ezt te fogod tartani, kész. Nem volt mit tenni, azt nekem kellett tartani. És innen nőtt ki, ez 1978-ban volt, tehát ez nem volt egy képzés,
ez egy tantárgy volt, amit a villamosmérnök hallgatók fölvehettek, mint fakultatív, vagy hát szabadon választható tárgyat. És innen indult aztán tovább, a kezdeteknél én három nevet mondanék, Richter Nándi, Penyós Zoltán, Monos Emil. Ők voltak azok, akik azt mondták, hogy kell Magyarországon is biomedical engineering képzés. És ezt 1980-as években elfogadtatni a minisztériumba, az CLM volt. És voltak pillanatok, én nagyon földhöz ragadt voltam ő hozzájuk képest, és mindig azt nézegettem, hogy hát a kormányrendelet ezt mondja, a törvényben az van, így van, úgy van, Zoli nézett rám, a miniszterrel kell beszélni, vagy a helyettessel. Abszolút jól fogta meg a kérdést. Egy olyan szakot akkreditálni, vagy elfogadtatni, amelyik unikális, tehát nincs ilyen, a mai palettán sincs ilyen, hogy nincs alapképzés, csak mesterképzés, hát ki látott már ilyet? Hát akkor ki jöhet ide kreditált vitel nélkül? Senki. Na de hát akkor az hogyan van? Hát ez a Benyó professzor úr nélkül ez a szak nem lenne. Az ő kitartása, aktivitása, az a menedzsment, amit végigvitt, anélkül ezzel nem jutottunk volna előre. De most mit lehet mondani? Ugye akkor, amikor a képzés egy rend, azt majdnem azt mondtam, hogy rendes, hát rendes volt addig is, de nem kivételes, hanem pont olyan mesterképzés, mint bármi más. Hát ide ugyanazok a szabályok érvényesek. És miért népszerűk a mi hallgatóink, akik eljutnak oda, hogy diplomát is kapnak, mert nem 100% jut el a belépéstől, a szak nehéz. Ezt elvégezni nehéz. Egy villamosmérnöknek anatómia, élettan, biokémia szigorlatot tenni nehéz, egy orvosnak matematika, fizika, számítástechnika szigorlatot tenni nehéz, nem is sikerül mindenkinek. De akinek sikerül és diplomát kap, az a munkaerőpiacon népszerű lesz, mert olyan motivált, hogy ezt a nehéz feladatot meg tudja oldani, ezt szeretik a munkaadók, de hát akkor majd más feladatnál is motivált lesz, nyitott. Itt nincs olyan, hogy gépészmérnök, BSC-sek, a gépészmérnök MSC-sek, és ha egy-egy valaki megpróbál befurakodni, hát azt kiszorítjuk, mert az nem közénk való. Itt mindenki idegen, tehát meg kell szokni azt, hogy együtt kell működni, nyitottnak kell lenni, és a munkaadók ezt is szeretik, és tudnak csoportba dolgozni. Tehát nyilván, amikor a matematikus, meg a szülésznő, meg a fizikus egy csapatba ül, akkor mindenki tud a másiknak segíteni. Tehát ez a képzés a Bologna folyamatnak a jó oldalát mutatja, hogy sokan szidják, nem szeretik a Bologna folyamatot, ez a képzés a jó oldalát mutatja, itt lehet profilt váltani. Volt olyan hallgatónőm, aki megbántódott, ő terapeuta volt, és nagyon jó terapeuta volt, de valamit a szakmai gyakorlatán valami nyafogást kapott, hogy ott nem jól csinált, és megbántódott, és profilt akart váltani, és nagyon sok munkával, de informatikussá lett ennek a képzésnek a kapcsán. Most középvezető egy informatikai cégnél, és nem foglalkozik, nekem fáj a szívem, hogy nem foglalkozik a terapeuta tudásával, mert abban is kiváló lenne. És végül, miért jó ez a képzés, ahhoz hozzátartozik még az, hogy ez három egyetemnek az együttműködésével jött annó létre, a Műegyetem, a Semmelweis Egyetem és az Általános Tudományi Egyetem. Később, amikor mesterképzés lett belőle, akkor a Műegyetem és a Semmelweis Egyetem maradtak a gazda, a felelősség nálunk van, vagy nem is tudom, az adminisztráció nálunk van, de az oktatók, azok a Semmelweis Egyetemen is vannak, meg a Műegyetemen is vannak, és érdemben vannak, tehát nem úgy van, hogy hát
meghívjuk egy előadásra a 20-ból, hanem 7 tantárgyat a Semmelweis Egyetem visz. Vagyis nem csak abban unikális a képzés, hogy nincs alapszak, és úgy integrál motivált hallgatókat, hogy ők is jól érezzék magukat, meg mi is jól érezzük magunkat, hanem a két egyetem együttműködése is unikális. Hát azt hiszem, hogy... Igen, időn belül is vagy, úgy köszönöm szépen, Ákos, és hát azt kell mondanom, hogy minden elismerésünk a tiéd, és én volt szerencsém, és megtisztelte azzal, hogy meghívtatok egy időbe ebbe a kuratóriumába, és részt vettem, és közvetlenül láttam a munkát, amit végeztél. Lenyűgöző volt, azt kell mondanom, és nagyon sok érdemetek van Benyó Zolival együtt, és Emil is ide tartozik, Bónos Emil. Ugye a harmadik személyen nem dolgoztam együtt, azért nem tudok mondani, de elhiszem, amit mondasz. Hihetetlen az, hogy ezt fönn tudtátok tartani, sőt, nem, hogy fönn tartottátok, hanem azt kell mondanom, hogy hát szárba szökkent az egész, és így ezek az eredmények, amiket elmondtál. Hogy ez mennyire nehéz, erre szeretnék csak egyetlen egy adalékot mondani. Nem kell visszamenni nagyon a történelembe, elég közelmúltra menni. Én voltam olyan döntéshozó előtt, aki nem miniszteri rangban volt, csak döntéshozó volt, és aki hát ugye iszonyatos módon kiosztotta a szegény pázmány képzést ezzel kapcsolatban, és azt mondta, hogy nincs szükség arra, hogy orvos mérnök legyen, vagy bionikus mérnök, képezzünk orvosokat, képezzünk mérnököket, és ha van egy feladat, akkor fogjanak össze. Tehát ez a mentalitás mind a mai napig megvan. Ez az ember annak idején a mi egészségügyi informatikai képzésünket is elkasszálta, amire itt az ezenelek utalt annak idején, és ebből lett egy ilyen átmeneti név, hogy egészségügyi informatikus menedzser volt még az első elnevezése ennek a képzésnek. Hát igen, sok mindent megértünk ezzel kapcsolatban, de azt mondtuk, hogy ma csak szépre emlékezünk, úgyhogy ezt tartsuk magunkat. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek ezzel minket.